Monika sehogy sem tudta kifizetni 30 ezer dolláros tartozását, de amikor segítségért imádkozott, Isten egyszerű választ adott neki: tartsd nyitva a kezed. Monika története következik arról, hogy ma már miért nincs tartozása. Monika sok sikert ért el a hitelkártya üzletben. Lépésről lépésre megtanulta a fogásokat, ám a hitelkártyák kemény leckét is jelentettek számára. 18 évesen képesítés nélkül, csupán egy középiskolai végzettséggel elköltözött otthonról. Amikor kiléptem a nagyvilágba, kezdetét vette a küszködés. A hitelkártya használata és az adóssághalmozás volt az egyetlen módja annak, hogy a lakbért ki tudjam fizetni, vagy enni tudjak. Minden hónap egy anyagi rémálom volt. A következő 10 évben több munkakörben is kipróbálta magát, de egyik sem hozott áttörést. Így továbbra is hitelből élt, és 30 ezer dollár adósságot halmozott fel. Amikor szembesültem ezzel az összeggel, éreztem, csapdában vagyok. Láttam, ahogy az orrom előtt tornyosul fel, és nincs kiút belőle. Egy vég nélküli alagútban éreztem magam. Tudtam, hogy ellopja a jövőmet, de azt nem, hogy hogyan jöjjek ki belőle. Időközben átadta az életét Jézus Krisztusnak. Mint mondja, Isten megmutatta neki, hogy az adakozáson keresztül ő is ad nekünk. Rávezetett arra, hogy adjak, hogy széttárjam a kezem, ahelyett, hogy görcsösen ragaszkodok minden fillérhez, hogy a tartozást a saját erőmből tudjam kifizetni. Megtanította, hogy nagy lelkűség áradjon ki a kezeim közül, mert ezáltal fog engem is megáldani. Monika elkezdett tizedet fizetni, és olyan szolgálatokat támogatni, mint a CBN. Majd nagyszerű állást talált egy hitelkártya cégnél, és hamarosan saját lábára tudott állni. Egyre többet adott, és kezdte lefaragni a tartozását. Megtapasztaltam a nagy lelkűségét. Kis dolgokat tettem, de ő sokkal többet tett értem. Hűséges voltam a beszédéhez, és ő hűséges volt hozzám. 5 év alatt Monika minden fillért visszafizetett. Ma független tanácsadóként dolgozik, tapasztalatait és szaktudását arra használja, hogy segítsen a cégek hitelkártya tranzakcióinak díját csökkenteni. Emellett boldog házasságban él. Vallja, hogy sikere az Isten ígéreteiben való hitben gyökerezik. Békességem van, és hálás vagyok az irántam való jóságáért és kegyelméért.